A jelenlegi helyzet nagyban átírta azokat a terveket, melyek erre az időszakra szóltak, mondta Papp Péter, a Bátkom 2004 Kft. ügyvezető igazgatója. Ezzel párhuzamosan viszont számtalan olyan feladatunk is van, melyet megkezdünk, ilyen például a partgondozás, amely időjárás függvénye. De ezek mellett ugye most már beálltunk, a járványügyek kapcsolatos feladatokra ezeket folyamatosan végezzük. A Bátkom Megkezdi, illetve már megkezdtük azok a munkákat, amelyek az idére tervezve voltak, illetve amelyeket a városvezetés ugye meghatározott, melyeknek a fedezete is biztosított. Több olyan nyára tervezett karbatartás felújítási munkát sikerül, legalábbis reményeink szerint, a közeljövőben elvégezni, amelyek adott intézményekhez tartoznak. Ezek mellett ugye beleállunk az idei terveknek megfelelően a temetőnél, a Garoicai temetőnél a belső út további építésébe. Az idén szintén egy jelentős falatot szeretnénk úgymond befejezni, és a temető úttal kapcsolatban a temetőbe egyéb kiegészítő munkalatokat is. Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy 200 méter van megtervezve, de mivel itt hát tükörszedéstől kezdve és egyéb dolgok, és most olyan részre fogunk vetődni, amelyen hát ilyen bizonytalan, tehát meglátjuk, hogy mit mutat a, ugye az altalaj, illetve az egyéb természeti adottságok azon a részen. Régi temető. Nem igazán tudja senki, hogy mi volt ott régen, hogy volt, úgyhogy majd most a munkák ö, folyamán. 200 métert tervezünk be, és ö, azt gondoljuk, hogy ö, az az idei tervnek, pénznek és a lehetőségeinek is megfelelő lesz. Ezzel a temető belső úthálózatának kiépítése nem fejeződik be. A hátralébi részek a következő év vagy évek feladatai lehetnek. Megkezdődik egy régi adóság a Deák utca vízelvezetőinek korszerűsítése. Most a tavaszi esőzéseknél kiderültek bizonyos utcákban, hogy mondhatnánk azt, hogy illetve úgy fogalmazhatjuk, hogy katasztrofális vízügyi helyzet van első esetén. Ezt a, főleg a Deák utcában tapasztaltuk, mely Deák utcára meg is fogjuk kezdeni rövid úton a, patkarendezést a, patka a csapadékvíz elvezetéssel együtt. Ugye az utca az egy, mondhatnám azt, hogy különleges Fekvésű főső része nehezebb, nem nagyon nyitható árok, tehát speciális terelésekre lesz szükség, illetve az alsó részen, a Köves utca felé pedig ott egyértelműen végig árkot kell takarítani, pucolni, rendezni, keresztmetszetet bővíteni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a Deák utcának a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől függ, hogy meddig jutunk, próbálunk olyan megoldást találni, amely ugye figyelembe veszi ugye a rendelkezésükre álló forrásokat is. Hogy az utca egészén vagy csak a nagyobb hányadában zajlik -e a vízelvezetés, egyenlőre kiszámíthatatlan, mondja Papp Péter. A jelenlegi anyagi források és a felmérések tapasztalatai azt mutatják, hogy 80%-ában eleget tudunk tenni a feladatnak. Ha a munkák jobban haladnak a tervezetnél, akkor végig is vihetjük ezt, tette hozzá a cégvezető.